Erősítik a rendőri jelenlétet Magyarország déli határain. A múlt héten már megduplázták a járőröző rendőrök és honvédek létszámát. A statisztikák szerint ugyanis a kiépített határzár ellenére megint egyre több a határsértő a szerb-magyar határon. Az ideiglenes biztonsági határzár megrongálásával kísérleteznek a határsértők, többségüket azonban vagy megakadályozzák ebben, vagy az átlépést követően fogják el. Több esetben fordult elő a ideiglenes biztonsági határzának a megrongálása, ezért az Országos Rendőrfőkapitányság intézkedett arra, hogy további megerősítő erők érkeztek a térségbe. Egyrészt rendőrök, másrészt pedig a Magyar Honvédségnek a katonái, akik közös járőrszolgálatot látnak el a rendőrökkel. Való igaz, hogy az Országos Rendőrfőkapitány helyettes is bejelentette, az elmúlt hetekben az itt lévő járőrök számát megduplázták, illetőleg ez az elmúlt napokban tovább emelkedett. A korábbi időszakban röszkén jelentek meg először az illegális határsértők. Bár a faluban ma minden csendes és nyugodt volt, de a polgármester szerint az utóbbi hetekben a lakosság és a polgárőrök is egyre gyakrabban találkoznak migránsokkal, és visszatértek az embercsempészek is. Nálunk a település az szinte az utolsó házai, azok a kerítéstől pár méterre találhatóak. Az ottani lakosok jelzése alapján is egyre többször érzik azt a napi életükben, hogy akár a nappali órákban, akár az éjszakai órákban jelen vannak az embercsempészek is a településen. A település vezetője reméli, hogy amennyiben a migránsok száma valóban ismét növekedésnek indul, a hatóságok kellő létszámmal tudják majd biztosítani a térség közbiztonságát.